Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a 21. adásunkba. Ez a 21 Bitcoin Podcast. Mi az a Bitcoin podcastunk? Ezt is megértük. 21. rész. Árpival és Tamással fogunk ma beszélgetni, hogy ki hogyan élte meg ezt a 21 adást, és hol tartunk most, mik fogalmazódtak meg bennünk ezt illetően. Arra gondoltunk, hogy most egy ilyen kisebb visszatekintést tartunk, hogy mi volt eddig, bár nem mintha ne tudnátok visszanézni, de ez nekünk is egy ilyen kis támpont, hogy a jövőben merre induljunk, mit kell majd még erősítenünk itt a podcaston belül. Üdvözöllek titeket, szia Árpi, szia Tamás! Hello. Sziasztok! Ti most hogy vagytok ezzel a 21-del? Nem hittétek volna, hogy eljutunk eddig, vagy biztosak voltatok benne? Hát jól megcsinálta a bear marketet. Azóta van bear market, kb. Amióta elkezdtük? Dehogy is? Nem. Nem hiszem. De mi csak a technika miatt vagyunk itt. Persze. Tudom én is, meg mindenki. Ja. Tényleg melyik hónapban? Ez nem igaz. Februárban kezdtük, most nézem. Na igen. Ja, úgyhogy szép számmal voltak vendégek, tök jó volt egy csomó beszélgetést hallani, meg így végig interjúvolni egy csomó embert. Úgyhogy köszönjük nektek, akik voltatok, illetve reméljük majd még jöttök, mert terveink szerint nem állunk meg itt, és tovább folytatjuk az oröncspillezést. Mondanék néhány számot, mit szóltak. Na, most, jó. Most, hogy említetted a vendégeket, így azt számolgattam, hogy összesen 14-en szólaltunk meg így ebben az elmúlt 20-21 adásban, hogyha majd is beleszámik, de ugye most egyikünk se új arc. Aha. Tehát így összesen 14-en, 14 szemszögből kezelítettük meg ezt, hogy most mi is a Bitcoin, vagy éppen mit tartunk róla fontosnak elmondani. Az még egy érdekesség szerintem, hogy te ebből anti-hét helyszínen szólaltál meg, ami igen. Szintén egy pikáns részlet. Hát. És ez is úgy, hogyha nem számoljuk bele azt, hogy Madeirán is csináltatok ugye egy felvételt, csak azt valami miatt nem soroltam akkor, vagy nem soroltuk a podcast adások közé, uh-huh. De ha azt is belevesszük, akkor 8 helyszín. És ha már számok, akkor meg arra érdemes rápillantani. Hogy akkor a Telegram csoportban meg 243-an vagyunk most, amiből ugye egy csomóan nem aktívak, meg lehet, hogy egyszer beléptek, aztán azóta se nézik, de mégis mutat valamit ez a szám, hogy 243 főre híztunk föl. Ugye ez nem a podcast indulásától számolandó, mert kb. Egy évvel korábban, vagy mondjuk egy, na mindegy, szóval az már tavaly elindult az a Telegram csoport, viszont a YouTube csatornánk az a podcasttal együtt indult, és ott most 476 feliratkozónk van, ami tök jó szerintem. Uh-huh. Persze ez folyamatosan növekszik, most az utóbbi időben éppen olyan kis lassacskán növekszik. Azt meg nehéz számszerűsíteni. Hogy a nézettség, igen, tehát azt nehéz számszerűsíteni, de úgy átlagosan azt nézem, hogy olyan 300-tól 1300-ig tendál az, hogy bizonyos részeket mondjuk hányszor néznek meg, aztán ugye az mondjuk, hogy hány fő összesen, az se nagyon látszik belőle, de látszik az, hogy nem csak mi néhányan nézegetjük ezt, hanem vannak igen, olyan arcok, tízszer. Akik így találnak ránk, és ugye viszonylag sok komment is mondani, hogy ki a... Bocs, hogy ki a legnépszerűbb vendég? A legnépszerűbb vendég? Aha, biztos, hogy hát nézted, igen. Mert az te vagy. Vagy legalábbis nem, ugye nem van egy olyan adásunk, amit mindenki csináltunk. Hát ugye, ha beleszámoljuk azt, hogy a Ferinek volt ugye az előadása, amit Miskolcon tartott, és azt is betettük a YouTube csatornára, akkor annak a legnagyobb a nézettsége, de az nem egy podcast adás. Hát akkor én nyertem. Feri önálló műfajba is nyomul. Úgyhogy köszönjük neki. Tök jó informatív anyagokat tesz föl, meg a shortjai is nagyon viszik szerintem a csatornát. Úgyhogy mi azzal a céllal jöttünk létre, hogy terjesszük az igét, a Bitcoin tudását, illetve hogy egyre több szemet nyissunk föl, egyre több embernek tudjuk megmutatni, hogy mi ez a Bitcoin igazából, és hogy miért nem a gazdag, hogy meg gyorsan sémát
szeretnénk itt lökni, mint a többi shitcoiner. Ugye a Bitcoinnak tök más filozófiája van, úgyhogy reméljük, hogy ennyi epizód alatt ezt egy kicsit sikerült így bemutatni. Van még egy csomó minden, amiről nem beszéltünk, de hát azt majd kitaláljuk, hogy a jövőben milyen témákat hozunk be a Freedom Tech-en belül, tehát nagyon sok minden volt. Ugye itt az alapoktól elindulva, hogy miért Bitcoin, hogyan keletkeznek a Bitcoinok, meg miért ezt választottuk, illetve hogy miért nem shitcoinozunk. Egyébként még így visszatérve, Árpi, csak így az előbbi statisztikai jelentésedre, ami tök jó volt így hallani, hogy azért így vannak szép számmal nézők, meg hallgatók, és növekszik a számuk, bár tudjuk, hogy ugye ez nem egy szenzáció hajhász műsor, tehát sokszor sok embernek kicsit kocka a műfaj, illetve nem is az, hogy de ez nem ingyen pénzt akarunk kínálni, meg ingyen meggazdagodást mindenkinek, tehát emiatt nyilván azért így elmaradnak a számok attól, mint aki mondjuk egy valamilyen abszolút, mit tudom én, valamilyen coint éppen reklámoz. És vagy árfolyamot elemez. Vagy árfolyamot elemez. Beszállni. Ja, mi szerencsére nem tettük most. Meg, szerintem a jövőben nem is fogjuk, illetve hát részemről biztos nem fogjuk ezt így elemezni. Ugye a Bitcoin az tök mást hoz, tehát itt nem erről van szó, hogy most így megy föl. Nyilván örülünk neki, meg jó az, de megmondom őszintén, én személy szerint jobban örülök a bear marketeknek, mert ilyenkor egy kicsit még az ember így tudja pótolni az elveszett coinokat, amit felélt. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Nyilván persze jól esik a bull market is, mert akkor ugye visszaigazol, de tehát például egy bear, abba se kell csüggedni. Tehát a legtöbb újítás például a bear marketek alkalmából születik. Ugye az emberek ilyenkor így behúzódnak így önmagukba, és gondolkodnak, hogy ó, tényleg tök jó, de mi van, hogyha most nekem kell a hozzájárulásom ahhoz, hogy a Bitcoin tovább tudjon szárnyalni. És akkor így bizony az emberek így nekikezdenek a szoftverfejlesztésnek, nekikezdenek a Bitcoin oktatásnak, vagy akármilyen területnek, és ez az idővel beérik. Ugye ez a bull marketek jól mutatják, hogy ezek beérő dolgok. Nem tudom, ti vagytok így vele, hogy van amelyik időszaknál jobban örültek? Hogy kifejezetten inkább bear vagy bull, vagy így nem eldönthető ez? Mert ez egy kicsit ilyen piaci szemlélet, nem? Hogy akkor most tudunk többet venni a pénzünkért, bullban meg tök jól érezzük magunkat, mert szárnyalunk. Hát de az is jó, igen, amikor mondjuk 2018-ban ami havonta a sima megtakarításomból ilyen annyi bitcoin tudtam venni, ami most arra kb. Havi fizetésemnek megfelelő értékű. Csak ezt az emberek általában nem így nézik. Én egyébként azért is szoktam sokat beszélni a Lightning Networkről és az ilyen fizetős rendszerekről, hogy ez mennyivel hatékonyabb, mint egy bank, hogy ne csak befektetési eszközként szerepeljen a köztudatban, de sajnos szerintem ezzel még nem értünk el sokat. Tehát még jó párszor 21 adás lesz, amíg eljutunk oda, hogy mondjuk épp ma olvastam egy viszonylag híres ilyen pénzügyi celeb, nem mondom a nevét, csak annyit, hogy Z-vel kezdődik, és Viktorra végződik, nek a blogposztját, ahol még mindig azt bizonygatta, hogy hát a Bitcoin az még rosszabb, mint az arany, mert csak a legnagyobb bolondnak fogjuk tudni eladni később, és ennyi az egész. Szerintem a legtöbb ember, aki viszonylag még tájékozott is a pénzügyi rendszerben, meg befektetések területén, vagy akár az informatikában, azt se tudja, hogy a Lightning Network egyáltalán például létezik, és azon hány millió tranzakció zajlik mondjuk egy nap alatt. Ez persze senki nem tudja pontosan a Lightning Network felépítéséből következően, de ezáltal azok az emberek, akik a hagyományos pénzügyi rendszerhez vannak szokva, azok teljesen ignorálják ezt a dolgot. És szerintem még itt van sok teendőnk az ismeretterjesztésben. Igen. Fel kell ráhívni a figyelmet, hogy azért a Bitcoinnak vannak már Layer 2-es megoldásai. Tényleg
a legtöbb shitcoiner vitába is ezzel jönnek, hogy a bitcoin az 7 tranzakciót tud másodpercenként. Igen, igen. Ugye, és akkor itt leragadnak. Így nem tudom, így 15-be, vagy 16-ba. Csak elfelejtik, hogy azóta volt már 8 év kőkemény fejlesztés, úgyhogy egy csomó layer 2-es megoldás kijött a bitcoinra, ugye a legjobb a Lightning. Ezen kívül vannak még ugye a Fedi, meg a Cashew, amik hasonlóan így a scalinget hivatottak megoldani. Illetve hát van még egy pár dolog, ugye van ez az eCash, ezt nem tudom, ezt ti ismeritek, ami bitcoin alapon szerveződ, ez is ilyen layer 2, lehet már layer 3. Picit, szerintem elmondhatnád, de, hogy te mit tudsz. Az nem a Fedinek a... A Fedinek az eCash-e, aha. Aha. Tamás, nem akarod összefoglalni, mert nekem ebből elég hiányosak az ismeretek. Nekem is. Én se használtam még igazából, csak hallottam róla. Azt én kicsit úgy értettem meg, mintha ez egy layer 3 lenne már szinte a Lightning fölött. Igen. Tehát, hogy vannak Lightning nódok, amiken belül van ez az eCash nevű, egyébként bitcoin az is, de még csak nem is Lightning tranzakciót végez, hanem csak azon a nódon belüli nyilvántartás és az egyenlegeknek, tehát tulajdonképpen a banki, klasszikus banki működést valósítja meg valahogy, de ott is úgy van, hogy egy üzemeltető nem tudja ellopni a felhasználók pénzét, mert ilyen több aláírós rendszerben lehet csak tranzakciókat csinálni. Tehát marad a zárt point, proof of work, tehát nem kerülnek ki, nincs double spend, meg nincsenek új coinok előállítva. Igen, az igen. Ugye, ami nagy erőssége itt a bitcoinnak, így a többivel szemben, ami proof of stake, tehát igazából ezt mondjuk így elmondhatjuk, hogy az összes más kriptó, vagyis hát inkább a kriptók, inkább így mondom, azok általában proof of stake alapon működnek, tehát ott egy szűk kör az, aki vezérli a kibocsátást, még a algoritmusokra is bízzák, de az ő döntéseik befolyásolják. A bitcoinnál pedig ugye a proof of work, az a kódba ágyazva működik, tehát igazából garantálta 21 milliós szám, és ezt nem senkinek, egyetlen nódnak, egyetlen felhasználónak sem érdeke ezt módosítani, ezért nem is lesz benne konszenzus, hogy ezt módosítsák. Úgyhogy gyakorlatilag így született meg az emberiség első szűkös pénze, ami energiához kötött. Egyébként emiatt én azt gondolom, hogy a bitcoin jövője az valószínűleg az energiapiacon fog először mainstream-mé válni. Ezt most elég csúnyán fejeztem ki. Tehát, hogy az energiaszolgáltatók fognak beállni bányászni. Tehát igaz? Például képzeljük el azt az esetet, hogy mondjuk nekem van egy napelemem, meg van egy bitcoin bányagépem, vagy bányám. Napelem termeli az áramot, és bányászom vele a bitcoint, és mondjuk emellett van elektromos autóm is. És az elektromos autómmal elutazok, és valahol föl kéne tölteni, és találok egy másik embert, akinek ugyanúgy van napeleme, és van bitcoin bányája, de meg tudom vele bizniszelni, hogy addig, amíg hogy adjon nekem áramot az autómba, és addig ő ne bányásza a bitcoint, és cserébe én odaadom neki a saját bitcoin bányám által termett bitcoint az áramért cserébe. Na most ebben a rendszerben ugye megvalósítottuk teljesen a Medium of Exchange, meg a Unit of Account funkcióját is a bitcoinnak, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként az áram az mennyibe kerül, mondjuk forintban vagy euróban, meghatározva, amit az állam meghatároz valahol. Uh-huh. Hát nekem valamilyen vízióim vannak. Uh-huh. Ezzel tehát, kapcsolatban. Tehát ilyen decentralizált piac tér jönne létre az energia és a szatok között? Igen, igen. Tehát egy decentralizált árampiac, decentralizált áramtermelésre épülve simán működhet teljesen bitcoin alapon, úgyhogy nem is tudjuk, hogy igazából most mennyibe kerülne ez euróban, vagy mennyi épp a bitcoin árfolyam, tök lényegtelen. Az a lényeg, hogy amit nem tudok kibányászni,
mert eladom az áramot helyette valakinek, azt fizesse ki ugyanannyi bitcoinban, mint amennyit kibányáztam volna annyi idő alatt. Hát ja, egy hosszú távon ez kiegyenlítődik. Egyébként volt ugye mostanában ez az elektromos autós láz, vagyis hát nem tudom, hogy ez tart-e még, ha jól gondolom, már annyira nem. És egy csomó töltőhálózat volt így Európa szerte. És hát volt is egy ilyen applikáció, ami szatért engedett tölteni. Azt hiszem, a németek csinálták, lehet, hogy az I20-ból egy kis srác, akik egy ilyen, hát ilyen routing rendszert fejlesztett, ugyanúgy elfogadtak egy csomóféle kártyát, ilyen autótöltőkártyát, meg egy csomó hálózatot, és náluk például lehetett szatért tölteni. Tehát, hogyha ráálltál egy ilyen töltőoszlopra, akkor lehetett rajtuk keresztül is, tehát ők mint broker működtek. Nem tudom, hogy hát jó, de az egy centralizált váltó. Persze, csak tudod, ez... hát először nyilván ez úgy indul az el, aztán majd kell belőle protokollt csinálni. Nem? Nem tudom. Hát igen, csak így, így meg ne jutunk oda, hogy igazából nincs sok értelme. Tehát mondjuk egy autó töltésének az árát, hogyha az forintban vagy euróban számoljuk az áramárát, azt ki lehet fizetni bankkártyával. Arra az úgymond jó. Tehát nem sokkal jobb, ha bitcoinba fizetem. Uh-huh. Itt inkább az volna a lényeg, ahogy mondtam is, hogy kihagyjuk teljesen a hagyományos pénzügyi rendszert, és egy energia alapú pénzt kezdünk használni energia árazására. Egyébként valahol a dollár mögött is ott van az olaj. Uh-huh. De hát ez már egy másik téma. Ja. Mit szól? Na, nem akarok most politizálni inkább. Csak ha már így elvittük ebbe a dollár meg az olaj vonalra, akkor ugye itt most éleződik itt az amerikai elnök választási hajszai, és így igyekeznek így ráigérni egymásra, de ha jól tudom, akkor tehát az érdekes, mert a Trump az mágis bitcoiner lett. Igen, igen, hogy ő elég sokszor említi. Szóval szerintem azért nem elvetendő az, hogy egy Amerika beállna mögé, egy Egyesült Államok beállna a coin mögé, nem? Hát ha van eszük, akkor az lesz minél előbb. Hát az, szerintem ez kampány. Ja, persze. Biztos, hogy kampány sajnos, mert ugye itt pár százalékokon is múlhat, és azért a nagyobb bázisa ennek a technológiának. De akkor most már az is érdekes, amit Európában zajlik, amit itt az utóbbi napokban olvasunk, hogy a német kormány valamikor 10 éve elkobzott bitcoinokat, hogy ki beutalgatja a tőzsdékről, és senki nem tudja, mi van, hogy eladják, vagy visszaveszik, vagy mégse adják el. Úgyhogy most ott a hülyet csinálnak csak belőlünk. De azt te figyelted, hogy az micsoda? Mert azt láttam, hogy eladtak ilyen több ezret, aztán tegnap így olvasom, és hogy ja, hogy adtak el, de vissza is vettek. Ja, igen, igen, én is ennyit tudok. Tehát ugye konkrétan ezeket a tárcacímeket nem néztem meg, mert abban sem bízom, hogy az tényleg az, amit írnak róla. Tehát aha, persze. Soha nem lehet tudni, hogy ki mit kamuzik. De érdekes. De itt is bekerült a politikába, azt viszont láttam a saját szememmel, láttam talán nem deepfake videót, hogy egy német országgyűlési képviselő hölgy kezdett el pampogni a parlamentben, hogy hát azért nem kéne ezt így csinálni, és a figyelmébe ajánlott a kormánynak, a Samson Mo-nak ezt a kezdeményezését, ahol országok vezetőinek szokta elmagyarázni, hogy kéne bitcoinnal, uh-huh. hogy kéne bitcoinhoz hozzáállni, mondjuk El Salvadorhoz hasonlóan. Igen. Aztán két, ugye mi lesz ebből. Hmm. Biztos nem deepfake, mert ez a képviselő korábban is felszólalt, mert így a ja, akkor, részben a bitcoinnal okay. kapcsolatban, meg részben azzal kapcsolatban, ahogy működnek a pénzügyek, ugye a hagyományos pénzügyi rendszerben, és azt bírálgatta. De hogyha visszatérünk magyarországi politikához, hát itt nem fordulhat elő. Magyarországon maximum arról vitatkozunk, hogy ne tiltsák be a készpénzt. Igen, igen. Hát pedig onnan egy ugrás lenne egyébként a bitcoin, hogy leessen ezeknek a kis pártoknak. Nem tudom, hogy miért nem áll be az egyik se mögé, de mindegy. Hát valószínűleg azért, mert azért kevesen vagyunk így. Aha.
bitcoinerek. Igen, kicsi ez a szavazóbázis, akit ez érdekelne. A 475 ember? Hát annál talán több, de... Uh-huh. Na igen. Vagy lehet, hogy a többség nagyon alapít. Ugyanakkor meg valószínűleg nem több százezer magyar van, akit ez tényleg aktívan érdekel, de ugye ja, ezért is beszélünk, meg írunk egyre többet magyar nyelven, hogy hozzáférhető legyen azoknak a magyar ajkú honfitársainknak, akik ugye az angol nyelvet kevésbé kultiválják, és inkább magyarul hajlandóak ebből információt gyűjteni. Igen. Sajnos a legnagyobb akadály az angol nyelv hiánya, én is így vettem észre. Mert ugye így nem jutnak el a hírek, meg nem jut el az anyag hozzájuk. És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy egyébként a bitcoin azért elég régóta jelen van. Tehát szerintem azért nincs olyan magyar ember, aki tájékozott és ne hallott volna róla. Az egy másik kérdés, hogy amikor elsőleg kapcsolatba került a bitcoin a pár éve, vagy 5 éve, vagy 10 éve, akkor azóta milyen gondolatokat formáltak a fejében erről. Tehát így a mainstream gondolom nem fényezte, hogy mindig az volt, hogy jaj, valamit megtörtek, és eltűntek a bitcoinok. Közben lehet, hogy csak egy shitcoin kaszinónak valaki rosszul őrizte a belépőjelszavát, és akkor a hírből ez lett. Szóval, amíg ez az összemosás van, addig biztos nehezebben fog terjedni, mert joggal az ember ugye tart attól, nem akarja megégetni magát a mai világban, tehát olyan nehéz előre jutni, hogy nagyon félti azt a kis megspórolt pénzét esetleg, ami van, nem akarja mindenféle csalásokba beletenni. És jobbára ugye ezek az emberek bitcoint szerintem így csalásnak élik meg, vagyis egy olyan dolognak, amit nem tudnak így kézzel fogni. És szerintem ez a legnagyobb akadálya, hogy itt Magyarországon nem annyira terjed. Illetve az emberek is nagyon le vannak terhelve, tehát nincsen nekik egy órájuk arra, hogy a 20-30-40 év alatt összegyűjtött pénzüket egy óra tanulása sáját cserébe megmentsék. Ugye a Sailornek volt egy tök jó idézete, hogy nem pont így volt, de az is így kihegyezte azt, hogy az ember évtizedekig dolgozik a pénzéért, a bitcoinról meg nem tanul, csak összesen mondjuk 3 újságcikknyi szöveget, de azt se tanulja, hanem az is csak inkább véleményt formál a fejébe, és emiatt ezek az évtizedes megtakarítások, évtizedes döntéshozatalak árán megmentett pénzek, vagy megkeresett befektetések, ezek nem tudnak jól megmaradni, hiszen az emberek nem tudják miben tárolni. Tehát azok az eszközök, amik eddig voltak, ugye ezekről folyamatosan kiderül, hogy lufik, ugye a legnagyobb az ingatlan, amivel gyakorlatilag a központi bankok kamat módosításai játszanak, tehát igazából ott határozzák meg az ingatlanárakat a központi bank kamatvágásaival, meg kamatemeléseivel, hiszen hogyha kedvező a piaci környezet, akkor kedvező a hitelkibocsátás, és akkor elszállhatnak az ingatlanárak, amik ugye megint nem támasztják alá a gazdasági teljesítményt, hiszen az csak a pizzának a sok felé vágása. Tehát ha valaki mondjuk ingatlanban nagyot termel, az nem azért van, mert annyira jól ért hozzá, vagy annyira ász a szakmájában, hanem egyszerűen annyira durván megindult az infláció. És tehát az ilyen instrumentumok vannak a bitcoin mellett, a porondon, és aki tanul a bitcoinról, az megláthatja, hogy micsoda lufik ezek. Tehát mind a pénzügyi piacok, az ilyen mindenféle alapok. Én nem tudom, így mostanában nem voltam szerencsére bankban, mert amikor megyek, akkor mindig megrökönyödök, hogy milyen termékek vannak, akár ilyen államkötvények, akár egyéb alapok, amik csalogatják be az embereket, hogy
hűj tőkevédet, megmarad a forintod 5 év múlva, de az inflációt most nem mondjuk el inkább, hogy mennyivel romlik az alatt. Nem? Tehát, hogy nem tudom, ti így jártok ilyen helyekre? Vagy bankba? Hogy nem, nektek nem fura ez? Amikor így szembe jön egy óriás plakáton, hogy mit tudom én, mennyi kamatot fizet egy bizonyos pénzügyi termék utána az azt kibocsátó. Tehát szerintem tök durva. Hát az egy ponzi séma, a államkötvény. Ja, ja. Csak ezt nem meri senki kimondani rajtunk kívül. Mert akkor elveszteni a talajt a lába alól. Hát igen. Mi azt gondoljuk, hogy a bitcoin nem van a lábunk, és akkor az a talaj. Ő nekik az államkötvény. És mindent ahhoz számítanak. Minden más befektetést. Igen. Bankban nem járok, de ugye a portfóliónak a cikkeit néha meg szoktam nézni, és ugye ott visszatérően a főcímek között van, hogy na most melyik a legtutibb állampapír, és hogy miért, és így infláció követő, meg úgy csúcsbefektetés, de igen, az embereket gyakorlatilag ezzel kőkeményen manipulálják, és míg a bitcoint néha megemlítik, ugye, de nagyon ritka az, amikor olyat mondanak róla, ami a lényegét hivatott érinteni, hanem inkább csak az, hogy most mekkorát zuhant, meg hogy néha érintik talán azt, hogy lehet, hogy tényleg ennek van valamiféle jövője, de ugye azért biztos, hogy hozzáteszik, hogy de ez nagyon bizonytalan, mert akár a nulláig is zuhant. Nagyobb bolond fogja megvenni tőled. Uh-huh. A nulláig biztos nem zuhanhat, mert akkor egy dollárért bidet lehet tenni bármelyik tőzsdére, és egész könnyen meg lehet vásárolni. És megvennéd az összeset, mi? Megvenném az összeset. Neked biztos sok sokkal. Igen, ezt is szokták mondani így egy dollárral, de igazából nem egy dollár ez, hanem 50 valahány ezer, amiért ja. Már megveszik az összeset, ami eladó. Azért ennyi az árfolyam. Igen, azért ennyi, mert annyi. Szerintem ez a különbség a gondolkodásunk között. Ja. Egy hagyományos, mondjuk, brókerrel. Igen, mert biztos, hogy most kőkeményen manipulálják a piacot ilyen-olyan erők, akiknek ugye ezzel ellen érdekük, persze. És valószínű, hogy eddig tudott most zuhanni az árfolyam a manipuláció hatására. Hát de minden akkor minden piacot manipulálnak. Hát a dollár meg az euró persze. Is egymáshoz képest folyton hát, de pont arra gondoltam, hogyha bemegyek akárhányszor a közértbe, és direkt nem mondtam cégnevet, akkor mondjuk, és akarok venni mondjuk egy káposztát, akkor a káposztának az ára kb. Minden nap más. De ilyen 50% különbségek vannak. Hol 500 forint, hol 1000. Fluktuál. És de ezt, az, hogy a bitcoinnak is változik a vásárlóértéke, ez lehet, hogy ez már túl sok az embereknek, de valahogy nem ezzel hasonlítják össze. Hát tehát, hogy igen. Nincsenek stabil értékek. Már a káposzta se stabil. Az sem. Vagy mondhatnánk a benzinárát, ami állandóan fölmegy, lemegy, hát többnyire föl, hát átlagosan föl, forintban számolva, vagy euróban, bitcoinban meg inkább le. Uh-huh. Igen, jók azok az analógiák, amiket így úton útfélen lehet az interneten látni, hogy 10 éve mennyiért lehetett egy házat venni, mondjuk ezek általában ilyen amerikai példák, vagy mondok valamit 600 bitcoinért, és akkor mondjuk 5 éve lehetett mondjuk 120 bitcoinért, ma meg lehet mondjuk 10 bitcoinért venni, vagy 6 ér. Hát igen. 4 ér. Úgyhogy, ja, érdekes. Csak ugye vicces az, hogy így az emberek mindig adott ország pénzébe tudnak gondolkodni, mert szemfülesen nem lettek megtanítva semmi másra. Tehát például az iskolákban nincsenek olyan tárgyak, amik felkészítik a gyerekeket az életre, hogy bármi fogalmuk legyen a pénzügyről, vagy a vállalkozásokról, vagy az adózásról. Tehát ez is szerintem több gáz, hogy évente ilyen több százezren
kerülnek ki a munkaerőpiacra, ugye így a fiatalok közül, és fogalmuk sincs, hogy amúgy. Igen, és a banki alkalmazások tanítják őket pénzügyekre. Ja. Ami hát elég nagy baj. Fogáz. Tehát azáltal olyan, hogy megtakarítás, az nem létezik. Egyébként ez a szülőknek is a felelőssége, mert de hát honnan tudnák, hiszen nem tanultak ők se erről, csak tudják, hogy most a Snickers hát ennyi, azért... a pelenka ennyi. Nem addigra tudom. Már egyébként... megtanulhatja valaki. Hát megtanulhatja, mert ugye ha valaki végez, tehát bármilyen, nem tudom, egyetemen, akkor ott szerintem alap, tehát bármilyen alapképzésen vannak gazdasági ismeretek. Ott már igen. Vagy nem tudom. Nem egy közgazdásznál nyilván, de akár egy mérnöknél is vannak gazdasági szakok, nem? Nekem volt mikroökonómia, meg makroökonómia órám, csak nem figyeltem eléggé sajnos. Kellett pedig volna, most, jobban kellett volna. Most tudnád a Keynesian közgazdaságtan. Arról ott hallottam először, arra emlékszem, meg hogy a pénzteremtéssel stimuláljuk a gazdaságot, meg ilyeneket, azt ott mondták, meg hogy a bankhitel az igazából pénznyomtatás, ezt is elmesélték, csak nem esett le, hogy ez az egész sokkal fontosabb talán, mint a szakmai tudás, hogyha az ember hosszú távon jól akar élni. Igen, nem mellékes, hogy valaki munkával keresi a pénzét, valaki pedig számok beírásával. Hát, ja. Na igen. Egyébként így a pénzügyi tudatosságról még egy pár szót, hogy szerintem, ugye ezt mi többször is kihangsúlyoztuk, hogy ez a bitcoinban mennyire fontos a megtakarítás, tehát azáltal, hogy elhozza ezt a világ legerősebb pénze címet, így most már mindenkinek ott a lehetőség, hogy a legkisebb egységtől kezdve, ugye ami az egy szat, elkezdjen megtakarítgatni. És tényleg akinek, tehát ez például tök jó, nem? Ez 15 éve van bitcoin, ez 15 éve van ott az embereknek. Persze egyre, én nem tudom egyébként, hogy mi a trend, hogy egyre többen nyitnak e felé, vagy egyre kevesebb. Én azt gondolnám, hogy azért így eseget le az embereknek, hogy azért a jövőre így gondolni kell, mert azért fontos az, hogy mi lesz. Tehát, hogyha így kinézel, de ez is olyan, hogy egy csomó ember pedig csak úgy jár, és él a mai napnak. Tehát, hogy zéró megtakarítása van, mert reményt vesztett, és ezt így elrakta magába, hogy akkor neki... Csak ezeket a gyenge igényeket igazából a bankok már elkezdik kielégíteni. Tehát mondjuk a Revolut. Tehát nagyon sok embernek van a Revoluton kriptója, ugye? Nem is tesz különbséget, hogy most bitcoin vagy akármi. És utána ott időként megnézi az egyenlegét, de néha, ha szerencsés időszak van, akkor egy fél évig fölfele megy az árfolyam, akkor örül neki, hogyha lefele, akkor eladja. És aztán oda se néz többet. Szerintem eddig a szintig nagyon sokan eljutottak már. Tovább nem tudom, hogy juthatnak. Talán itt mi próbálkozunk valamivel. Igen. Hát igen, a tanulás az fontos. Ha ügyesen csináljuk, csináljátok, főleg ti, akik mindig itt vagytok. Akkor majd pár év múlva már mondjuk tízszer ennyi hallgatják ezeket az okoskodásokat. Hát igen, és addig meg itt kell lenni minden héten is. Hát igen. Munkát. Én egyébként arra gondoltam, hogy így a következő adásokban egy kicsit ilyen világgazdasági híreket is így be lehetne venni, mert az lehet, hogy így érdekelne embereket, hogy így a bitcoin környékén mi történik. Ugye most így szó volt erről a német kormányról is, hogy vesz, nem vesz. De nyilván ez is olyan terület, hogy nem nagyon tudsz utána járni, ha csak nincs egy chain analízis céged, hogy az valóban azok az elkobzott bitcoinok voltak-e, amit a német kormány, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt elkobzott, vagy szó volt még most a Mt. Gox féle bitcoinokról is, ugye, ami mikor itt 14-es vagy 16-os? 14-ben volt. 14-es, aha. Tehát, hogy akkor nyugodtam volt. Meg nagyon, hogy de jó, hogy én nem foglalkoztam ezzel a bitcoinnal, hát széthekkelték az egész.
De őket nem tudom, most bitcoinba kártalanítják, vagy hogy? Hát azt mondják, hogy igen. Aha. És ezért igazából tök jól jártak, mert még úgy is, hogy csak egy töredékét kapják vissza, tehát sokkal többet ér már, mint ami akkor volt. És hogy már biztos sokan eladják. De, és akkor ugye a piac meg úgy működik, hogy most akkor előtte már mindenki, már nem mindenki, de spekulánsok eladnak egy csomót, hogy majd még lejjebb megy, amikor majd azok is eladják, és akkor majd olcsóbban vissza lehet venni, de ez úgy szokott lenni, hogy akkor már nem történik meg a nagy esés. Uh-huh. Ez a buy the rumor, sell the news. Uh-huh. Hát ja, vannak ilyenek. De a legjobb az, hogyha az ember csak megveszi, és bevarja a kis hardware valetébe, és nem nyúl hozzá, nem teszi föl tőzsdére, meg sehova. Csak ott van. Megtakarít. Nem? Szerintem hát igen, mondjuk a 90%-ot így az ember elrakja, 10%-ot megpróbálja elkölteni a helyeken, ahol elfogadják. Uh-huh. Ez a ezt replace your bitcoin. Hozzá. Ugye, amikor úgy költöd el, hogy utána tudod, hogy azt úgyis visszavásárolod. Tehát, hogy így erősíted a... Ja, igen, tehát forint helyett mondjuk bitcoinnal fizetek valahol, azért, hogy majd valamikor 10 év múlva már ne kelljen forinttal bajlódnom. Ja. És ez nem veszteség. Hiába érne az a bitcoin 10 év múlva sokkal többet, hogyha most nem váltom át a forintomat bitcoinra, és nem költöm el, akkor se lenne ott nekem az. Úgyhogy... Ja. Mindegy. Igen, ez az öngondoskodás, meg a felelősségvállalás témája. Szerintem, amit most így megpendítettél, ami így nagyon sok adásunkban visszatért, ahol ugye igyekszünk felhívni a hallgatók vagy nézők figyelmét arra, hogy ugye egy dolog bitcoinnal rendelkezni úgy, hogy azt gondoljuk, hogy az a miénk, mert mondjuk a Revoluton van, vagy a ugye nagyon sokaknak a Binance-en, vagy a Coinbase-en, de az hogy, majd sokkal jobb. Talán, igen, de hogy ugye igen, meg sokkal jobb, mint hogyha nem lenne semennyi, mert az egy sokkal kiszolgáltatóbb helyzet. De ugye ahogy fejlődik mindegyikünk, így a bitcoin meg a pénzügyek tanulmányozása folytán, akkor meglátja, hogy hol van az a pont, ahol teljesen felelősséget vállalhat azért az összegért, amit bitcoinban tart, vagy legalábbis egy részért, ahogy mondtad az előbb, és akkor azt kiutalja egy saját tárcába, ami vagy egy hardware tárca, vagy lehet akár ugye a számítógépen, vagy mobilon, de ezeknek mind megvan a különböző biztonsági szintje, de hogyha igen, azokra így megfelelően vigyáz, és a biztonsági mentést, azt a 12 vagy 24 szót, azt jó helyre és ügyesen jegyzi föl, és biztosítja azt, hogy ne férjen hozzá senki illetéktelen, mert ugye az hozzáférhet a teljes összeghez, akkor ezzel be tudja biztosítani azt mindenki magának, hogy van valami kis mag, amit senki nem tud gyakorlatilag tőle elvenni, és ugye ez egy baromi nagy érték szerintem a mai világban, hogy gyakorlatilag tudunk függetlenedni legalább egy kicsit a központosított rendszernek a kénye kedve szerint módosuló bármilyen momentuma ellenére, és hogy ez nekem speciál, ez tök nagy biztonságérzetet ad, hogy ha nem is sok bitcoinom van, de hogy legalább van egy kicsi, és akkor azt tudom azt, hogy azt én ügyesen elteszem, meg gondoskodom arról, hogy tudjon róla csak a szűk családom, hogy érdemes majd egyszer kezelni, amikor tényleg szükség lesz arra, hogy használjuk, vagy ezzel fizessünk. Ez így megnyugtat, hogy nem teljesen persze, hogy bármi történik is a világon, mert elég érdekes változó világot élünk, de azt érzem, hogy akkor is sokkal stabilabb lábakon áll a saját kis családi biztonságunk, mint hogyha erről nem is tudnék. Igen, az önrendelkezés az biztos, hogy mérföldkő ebben a
ezen az úton. Tehát ugye először, amikor az ember így találkozik ezzel a, hát igazából a kriptóval találkoznak legtöbben, akkor látja, hogy van valami, ami így az interneten ott van, és akkor ez így valamennyit ér, és amikor rájön arra, vagy nem tudom, hogy mikor fogalmazódik meg az emberekben az az igény, hogy akkor erről tanuljon. De ha megfogalmazódik, akkor én biztos vagyok benne, hogy egy logikusan következtető és logikusan gondolkodó ember biztos a legelsővel kezdi, vagy azzal, ami a legszámottevőbb ebbe a képletbe, tehát a bitcoinnal. Vagy hát ugye volt egy-két ilyen példa, talán pont te mondtad, hogy ja nem, a Lőrinc mondta, hogy ő például az Etherrel ismerkedett meg először, és utána jött csak a bitcoin. Tehát, hogy az emberek, ugye van egy kitettség először, hogy van ez a kriptóvilág, és akkor vannak ilyen számok így a képernyőmön, a mobilomon meg ilyenek. És amit mondtál is, Árpi, hogy először leggyakrabban ott találkoznak, hogy a Revolut vagy valamelyik ilyen kis app felkínálja, hogy tegyél bele ebbe, és hogyha éppen olyan dinamika van a piacon, hogy az fölfelé megy, akkor az ember így egy kicsit így vonzónak látja ezt. És szerintem azok az emberek jönnek inkább bele, akik a meggazdagodást látják ebben. És nagyon kevés az, aki azért marad, mert leesik neki, hogy ez mire jó. Nem? És egyébként, amikor már legyőzi ezt, hogy eljut arra a szintre valaki, hogy lássa, hogy ez nem a Revolutnál kellene, hogy legyen, hiszen ezt én is tudom birtokolni, tehát saját őrizetembe tudom tartani, szerintem ott van az igazán forradalmi megvilágosodás bárkiben. Amikor leesik neki az, hogy figyelj, ez egy olyan pénz, amit én tudok tartani magamnál, és ez nem kell Binance, nem kell Kraken, nem kell akármilyen másik exchange, nem kell hozzá Revolut, hanem nálam a legjobb helyen. Mert vagyok annyira felelős, és növök vele együtt. Tehát az elején tartok benne 10 000 forintot, akkor 2 év múlva lesz benne 200 000, mondok számokat, tök mindegy. És akkor ez így szépen emelkedik, és szerintem az ember így használva tanulja meg, mert fontossá kell, hogy váljon számára az, hogy miben van a pénzem. Tehát mindenkinek saját felelőssége az, hogy ezt megtanulja. Biztos, hogy fontosnak kell lennie a megtakarításnak minden ember számára. Tehát akinek nem az, az meg nem tudom, olyan materialista világban él, sajnos mondjuk nagyon sokan, ahonnan nem tudom, hogy van-e nekik kiút egyáltalán. Meg ugye rendszeresen mondják azt, hogy a fájdalom nagy tanítómester. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy mondjuk Nigériában vagy Argentínában a lakosságnak sokkal nagyobb százaléka tart bitcoint, mert ők valahogy a fájdalom hatására korábban felfogják azt, hogy ez nem csak egy meggazdagodási lehetőség, hanem hogy egy nagyon kiszolgáltatott helyzetből való kilépésnek a lehetősége. Egyébként az ilyen helyeken még többen tartanak stabil coint. Uh-huh. Tudtommal. Uh-huh. Tehát azért ez lassan megy a nagy tömegeknek. És azt elmondod, hogy miért, ha már ez szóba jött? Hát egyszerűen azért, mert nagyon sok ember nem bírja lelkileg feldolgozni, hogy a múlt héten még valamennyit ért a piacon a vagyona, most meg kevesebbet. És egy stabil coin, mondjuk egy dollár alapú stabil coin, az ezt nem csinálja. Persze fölfele sem megy. Nem de valahogy rá, mégis az jelenti a biztonságot. De mondjuk igen, egy hiperinfláló török líra, vagy egy-két év múlva majd a forintnál, igen, az valószínű, hogy sokkal kirebb. De még ott is előfordulnak olyan időszakok, amikor a bitcoin még jobban lejjebb megy, ebben egy aktuális igen. Kisebb buborék kidurranása miatt. Hát ez az átmeneti első néhány évtizednek a velejárója. Hát ez ilyen, ki kell zoomolni, és akkor látni a nagy képet. Hát igen, csak aki még fiatal, most kezdte, az nem tud kizoomolni. Uh-huh.
Hát igen, ez egy nagy szóró. Ugye az NGU, ez a Number Go Up technológia, ez a Bitcoin hát ez legnagyobb marketing osztálya. NGD. Igen, de az NGU-t akarom mondani, ami Number Go Up, tehát igen, igen. Azért, tehát, hogy megy föl a szám. Igen, ez tök jó, és akkor mindenki imádja, mert az tök jó, ha megy föl, nem? Hát most... Csak melyik szám? Igen. Mondjuk az, én ilyen napi DCA-ban vagyok, tehát hogy naponta veszek ugyanannyi euróért egy scripttel bitcoint, és ott úgy megy fel a szám, hogy mostanában, hogy minden nap egyre több bitcoint veszek. Igen, hát az még jó. És én ennek örülök. Na jó, de azért... aki ennek nem örülne. Te azért örülsz neki, mert neked leesett már, hogy ugye ez az ultimate pénz, tehát ez a hát igen, mert a bitcoinból királya, fix és... mennyiség van, euróból végtelen. Ebből kell gyűjteni, nem abból, amiből előállítanak. Tehát, ez igen. Még a fölfele menéshez azt behozzuk, hogy ugye van ez a 207-es, az a 207-re vonatkoztatott moving average, az átlag, hogy annak az ábrája, az azt, mindig fölfele azt megy. Azt is szoktam nézegetni, az egyébként jelenleg 36 ezer dollár körül van. Uh-huh. És az még, amióta értelmezhető, tehát 2013 óta, azóta mindig csak fölfele ment, még viszintes sem volt soha. Uh-huh, Tehát aki képes 4 éves időtávban gondolkodni, annak ezt a mozgó átlagot kell figyelnie. Ami azt is kifejezi, bár valamelyik adásban elmondtuk, de egy összefoglaló adásban elhangozhat akár újra, hogy ugye, ha valaki mondjuk vett valaha bitcoint, és legalább 4 évig tartotta, az mindenki pluszban van. Igen. Szerintem matematikailag ez nem következik belőle, de ez is igaz. De igen, persze, igen. Igen. De talán már akár 3 évre is, majdnem mindig. Uh-huh. Ha csak nem épp a legcsúcsokon sikerült bevásárolni, akkor 4 évet kellett várni. Akkor kell a 4, igen. És hát igen, mi ugye úgy spájzolgatunk, meg erre biztatunk mindenkit, hogy olyan pénzt varázsoljon bitcoinnál, amire nincs szüksége mondjuk legalább 4 évig, vagy nincs szüksége, persze. Tehát, hogy tud nélkülözni azért, hogy mondjuk legkevesebb 4 év múlva viszont tényleg egy értékesebb valamit tudjon magáinak, vagy de a családjainak. Az ember élete azért a 4 évhez képest is nagyon hosszú, és vagyont építeni is a 4 év alatt szoktunk. Tehát a klasszikus befektetési elméletben is 20 éveket szoktak mondani. Vagy hogy mire nyugdíjba mész. Uh-huh. Én egyébként ahhoz képest a 4 év az semmi. Én úgy találkoztam egyébként a bitcoinnal, hogy elkezdtem azért tanulni a pénzügyekről. Úgyhogy az első 3 évtizedemet lazán lejöttem úgy, hogy nem érdekelt a pénz egyáltalán, csak az érdekelt, hogy mindig legyen valamennyi, de aztán rájöttem erre, hogy pont ezért folyik ki a kezemből mindig, bármennyit is kerestem, mert nem volt tudatos a pénzkezelése. Ez a legfontosabb. És hogy elkezdtem utána nézni azért, mert így elgondolkodtam, hogy te basszus, hogyha a kormányom múlik, nem is a main, hanem a mindenkori kormányon az, hogy nekem lesz-e nyugdíjam, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz. És itt az idő, hogy kitaláljam, hogy miből fogok élni, amikor mondjuk nyugdíjas leszek. És akkor ezen a fonalon kezdtem el így egyáltalán így az interneten elérhető forrásokból így pénzügyi tanulmányokat folytatni, és viszonylag sok mindent így gyorsan felfogtam arról, hogy működik a jelenlegi pénzrendszer, és akkor miért csinálják az átlagos befektetők azt, hogy részvénypiacokba, meg kötvényekbe fektetnek, meg akármi. Én azon ledöbbentem, amikor egy rövid összefoglalót olvastam egy Szendrei Ádám nevű sráctól, akinek sok ingyenes anyaga van fönn a neten, hogy leírta, hogy az állampapírral egy gond van, az egyetlen kockázata az, hogy az államon múlik, az, hogy jó helyen van a pénzed. Hát mondom, ez épp elég nagy kockázat, öcsém, az biztos, hogy én ezt nem gondolnám, hogy biztonságos helyen van a pénzem, hogyha azon múlik, hogy az állam hogyan vigyáz arra, hogy ne menjen csődbe. Na mindegy, szóval én ezen a fonalon indultam el, amikor aztán persze nem tök egyenes úton, de viszonylag gyorsan kiukadtam ott, hogy szembe jött
szembe jött a Bitcoin, hogy na, ebben van valami fantázia abban a tekintetben, hogy lehet vele tervezni 10-20 évre előre, és így félre rakosgatni, akár egy nyugdíj felé lépegetve. De gondolom folyamatosan azért faltad a könyveket, meg az ismeretanyagot. Hajjaj, persze. Meg a mai napig is követem. Főleg a... Hát igen, nem csak a Bitcoin világból, de ugye főleg ugye a fő hírforrásom az a Twitteren van egy-két figura, akiket így követek, hogy na, mi történik a világban, ami befolyásolja. Én nem a Noströn nyomulok, nekem volt próbálkozásom a Noströnrel, és még azt éreztem, hogy az nekem még korai, tehát én nem vagyok akkora úttörő, hogy arra támaszkodjak. Igen? Friss élményem a Nostrral kapcsolatban is, hogy nem onnan indultam, hanem a Facebookoztam, és a Facebookon megjelent nemrég egy ilyen Twitter klón szolgáltatás, az a neve, hogy Threads, biztos sokan ismerik, és az ott mindig elém tolta, hogy töltsem le az apját, töltsem már le. Mondom, jó, kipróbálom azt is, megnézem, mi van ott. És amikor töltöttem le az appot, Androidon van, akkor a Meta, vagy a Play áruház, ezt már nem tudom megmondani, elém tolta, hogy töltsek le még egy appot, ami meg egy ilyen decentralizált közösségi hálózati kliens, az a neve, hogy OpenVibe, és az Mastodon, Blue Sky és Nostr kliens. És az is biztos nekem tetszeni fog, és akkor letöltöttem azt is, és tényleg tök jól működik Nostr kliensként, úgyhogy már 3 Nostr kliens van a telefonomon, bele tudtam importálni a privát kulcsomat. Ajaj. Tehát, hogy, hát ez sajnos úgy kell. Nem a Bitcoin privát kulcsomat, a Nostr. Nem, a Nostr privát kulcsot. És ott össze is szedte valahonnan a profilomat, ami egy másik Nostr abban volt beállítva. Uh-huh. Ott a profilképemet is letöltötte. Úgyhogy szerintem a Nostr az éppenséggel kezd a mainstream irányába haladni. Talán. De azért még elég korai fázisban van. A tartalom rajta az elég Bitcoin only még mindig. Igen, én részben azért is vagyok úgy vele, hogy még nem támaszkodom nagy részt arra, egy kicsit szoktam kóstogatni, de úgy azt érzem, hogy azért az még egy elég buborékban él, és igen, bár ugye a Twitteren is lehet úgy informálódni, hogy buborékban vagyok, mert csak olyan embereket követek, akikről persze. Azt gondolom, hogy ők reprezentálják számomra a hihető vagy hiteles információ folyamot. De ugye már a Twitteren való információszerzésben van most már ugye egy 5 vagy 6 éves rutinom, és egy csomó minden beigazolódott, ami akár előrejelzésként ott, mint hír megjelent. Úgyhogy én azon a vonalon, amit ott fölépítettem, egy ilyen viszonylag szűk kör követésével, azért én... Tehát már valamennyire ellenőriztem azt, hogy ez egy ilyen működő hírforrás számomra abban, hogy tényleg úgy működik, hogy abba az irányba megy a világ alapvetően, ahogy azokon a szálakon gyűjtöm az infót. De hát igen, ez egy nagyon ingoványos terep, hogy kikinek miért és mit hiszel, hogy mi van a világban. Te, Antti, te milyen lábakon állsz? Te honnan gyűjtöd az infót? Hát figyelj, én nagyon régóta Twitter alapon szerzem az információkat. Ugye ez is tette lehetővé azt, hogy a Bitcoin bejöjjön az életembe, mert már elég korán csak angol nyelvű és csak ilyen kisebb, tehát zero mainstream forrásból szereztem az infóimat, és hát újabban a Nostrt is nézegetem, mert ugye, hogyha itt technológia vagy Bitcoin kapcsolatos hírek érdekelnek, akkor szerintem az ott van először. Illetve a Nostrnek az alapgondolata is tök jó, hogy ez egy tényleg cenzúrázatlan platform. Tehát igazából itt bárki broadcastolhat bármit, van is egyébként már mindenféle
például zene, stream, itt az az app, stream, tehát mindent lehet, zenét hallgatni, videókat nézni, mindenkinek, nagyon jó, tehát mindenkinek javaslom, hogy a Nostra bekóstoljon bele, szuper jó szabadság. Nagyon sok olyan tartalomkészítő létezik a világon ezeken a közösségi platformokon, aki azért csinálja, hogy pénzt keressen, és szerintem előbb-utóbb meg fogják találni a Nostert meg a Zapot, mint a legjobb módszert erre. Miután ott nincs közte csomó harmadik fél, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik fél, aki mind leveszi a sápját. Hát gondolj bele, csak itt a mi példánknál maradva, egyébként ez lehetne felénk is egy ilyen kis technológiai újítás, hogy bár tudom, hogy rengeteg munkád van vele, főleg a vágással, de például kit tehetnénk mi is a Nostra-re ezeket a podcastokat. Ki van egyébként a Henki, ja. Penki mindig kiteszi. Ja, Henki kirakja. Uh-huh. Aha. Ja, igazad van. Igen, csak ugye ott egy kicsit magunknak mutogatjuk, tehát kevésbé ártatlan nézelődőket szippantunk. Jó, de persze, az se baj. Nem meg, mainstream, főleg meg ugye az is egy szempont, hogy a saját közösségünk számára hallgatható tartalmat biztosítsunk, meg ugye így jobban megismerjük gyakorlatilag egymást, főleg minél, én azért is örülök, hogyha sokan jövünk beszélgetni, nem csak azért, mert nem érzem azt, hogy én túltolom ezt a dumálást, hanem hogy tényleg megismerünk egyre több olyan figurát a közösségből, akikkel amúgy meg zömében ugye az interneten keresztül a Telegram csatornán olvasunk egymástól sorokat, de tök más az, hogyha így valaki így bevállalja akár a hangját, vagy akár az arcát is, és akkor egy kicsit mesél a gondolatairól, vagy az élményeiről, és akkor egyre többen így, még szintén a virtuális térben, de azért már egy beszédesebb, vagy élő beszédhez hasonlóbb módon gyűjtjük egymásra az infót. De persze a meetupokban meg tök nagy erő van, amikor személyesen tudunk találkozni, vagy akár ugye az ilyen konferenciákban, ahol meg személyesen találkozva, bulizgatva, dumálgatva, meg igen, építjük a kapcsolatot. Ura. Kíváncsi leszek a Miskolci konferenciára. Ja, Miskolc? Biztos jó lesz októberben. Biztos jó buli lesz. Ja. Azért jó, hogy a Feri így felkarolta ezt a témát, nem? Uh-huh. Kellett hozzá. Mindig kell hozzá egy vállalkozó szellemű ember, vagy több, hogy ilyen kezdeményezések elinduljanak. És ez a egyébként még itt egy kicsit a 21-ről egy pár szót, hogy ez is tök jó kezdeményezés volt, hogy így bár így, ilyen franchise alapokon, hiszen ugye az I21-ig volt az első, ha jól tudom, és azok a srácok tették elérhetővé a többi ország bitcoinerei számára, hogy könnyedén megugorja azt a szintet, hogy saját podcast, saját anyagaik legyenek kint, de hogy ez mennyire jó, mert ugye most is a Rágain is volt külön színpad, és ott is lehetett egy csomó ilyen 21-es arccal találkozni, és látni, hogy milyen országban milyen nehézségeket ugranak meg, illetve hogy haladnak az ottani bitcoinerek a közösségépítésben. Úgyhogy igen, amit Árpi mondtál, hogy ez tök jó, meg az is tök jó, ha jönnek a vendégek, és beszélgetünk mindenféle dologról, amit ők megélnek. Talán kérjük is fel őket így ezúton, nem? Hogy akik így ugye a bitcoin közösség tagjai, és még nem voltak az adásban, akkor jöjjenek, akár keressenek meg minket, hogy szívesen jönnének. Mert mi néha kérdezünk egy-két figurát, hogy akinek van kedve jönni, de nyitottak vagyunk arra, hogy olyan emberkel jöjjön, akiről még lehet, hogy fogalmunk sincs, hogy kicsoda, vagy hogy egyáltalán, hogy benne van akár a Telegram csoportban, vagy a hallgatói, nézői köreinkben, és tök jó lenne, hogyha ez így egyre tágulna ez a kör. És ha olyan jönne, aki nem bitcoiner? Akár, de szerintem én azt gondolom inkább, hogy itt ez attól
attól egy jó Bitcoin podcast, hogyha bitcoinerek beszélgetnek, és nem kőkemény viták vagy érvelések vannak, de behozhatod is egy új pikantériát, hogyha... De igen, én meg győzködni, meg pláne nem szeretnék senkit megkioktatni, vagy akár. Ja, vitatkozni. Illetve ami még szerintem nagyon jó, hogy amikor így egy-két kommentbe így jelzitek, hogy mi tetszett, vagy mi nem tetszett a műsorba, az is ad egy kis támpontot, hogy olyan műsorokat hozzunk össze, ami több nézőt vonz, és érdekesebbnek találjátok, mert tudunk mi itt beszélgetni naphosszat a Bitcoinról, meg ismételni önmagunkat, de tényleg szívesen hoznánk be olyan témákat, amik érdekelnek titeket, úgyhogy nyugodtan kommenteljetek alá, hogy mi az, amit szívesen látnátok. Tehát több hardware wallet bemutatót. Több Lightning Network bemutatót. Én arra készülök, úgyhogy azt írjátok meg. Mire készülsz? Hát, hogy működhet mondjuk egy webshop Lightning Network-el kifizetéssel. Az annak igen. A technikai részleteit, vagy milyen szoftvereket kell hozzá használni, ezt erre készülök. Ja, az is tök jó lesz. Biztos, hogy ez szűkebb réteget érdekel, ugyanakkor őket meg valószínű, hogy nagyon. De mihez képest szűke? Hát jó nagyon kérdés, sok, mint nagyon hogyha sok általánosan csak úgy dumálunk a Bitcoinról. Hát én azt gondolom, hogy manapság egyre több az internetes biznisz, ahol interneten kell fizetni bármiért, akár újságcikkekért, vagy persze. Más termékekért, amik nagyon bénán működnek. Ja, egyébként erről is olvastam egy beszélgetést nemrég, azt hiszem, hogy pont Twitteren, X-en, hogy valaki felvetette azt, hogy milyen rossz dolog, hogy csak néhány újságcikket olvasni el ezeken a fizetős portálokon, de mindegyikre elő kell fizetnie ezért, vagy elő kéne, és az már nagyon sokba kerül havonta. És miért nincs egy olyan közös rendszer, ahol lehetne mondjuk cikkenként kifizetni kisebb összeget. És akkor odaírtam, hogy hát van ilyen, úgy hívják, hogy Bitcoin meg Lightning Network, és ilyen teljes értetlenség fogadott. Tehát ez az hülyeség. Az biztos nem működik úgy. Csak álmodta. Igen. Pedig működhetne. Tehát ez pont azt jelenteni, hogy nem kellene egy közös rendszert csinálniuk az újságoknak. A Lightningot berakják. A rendszer az már megvan. Paywallnak. Ja, simán megvolt. Ez is egy ilyen fixa ideám, hogy előbb-utóbb ez meg fog, mint az autótöltős példám az elejéről. Uh-huh. Ez is egy olyan dolog, ami szerintem előbb-utóbb be fog törni a köztudatba. Talán még egyszerűbb is, mint a bányászós autótöltős. Szép, szép jövőkép. Energiapiac. Igen. Hát, ja. Energia és lehet, hogy ezt elő is tudnánk valahogy segíteni. Összete. Nem tudom, valami ismerettségeken keresztül így támogatni azt, akit ez érdekel ebből a körből. Hát én azt tervezem, hogy csinálok ennek egy demórendszert. Uh-huh. Wow. És akkor azt bárki megnézheti. Vagy ilyen is lehetne. Ja, az tök jó. Látod, akkor te is jobban szereted a bear marketeket, mert akkor nem kell mindig a grafikon nézni, és tudsz dolgozni. Hát azért bevallom, nekem már van annyi bitcoinom, hogy én már jobban szeretem a bull marketet. Jó. De jó, mint kettő. Akinek még kevés van, annak jobb a bear market. Ez tény. De abból lehet elég bitcoinból. Nézd meg a Sailor is, mert nem is tudom mennyit beraktál. Hát ne legyünk tehetetlenek egyrészt. Másrészt meg, tehát az eléget úgy értem, hogy biztosítja azt az anyagi biztonságot, hogy tulajdonképpen reggel fölkelek és azt csinálok, amit akarok, némi túlzással, mert azért van fiat munkám, meg fiat cégem, ott vannak kötelezettségek, de ha nagyon akarnám, azokat elengedhetném. És ez egy szintje az elégnek, azt hiszem. Igen. Bár nyilván lehetne több, mert nincsen jaktom, meg nincsen villám, meg
még csak 3 motorom van, és lehet, hogy 13 is. Mert szeretek motorozni. Úgy nem elég. Ez szerintem tök jó, hogy ezt kimondod, mert ez egy visszatérő téma így a bitcoinerek között. És egy csomó ugye a Twitterről is ezt olvasom, hogy sosem elég, sosem elég, sosem elég, és hogy tényleg ez van, meg ugye ez belénk van kódolva valamennyire ez az úgymond kapsiság, hogy sosem elég, meg ugye ezt látjuk a csúcsgazdag fazonokon is a fiat világban, hogy nekik sem elég, és még több pénz kell, de hogy igen, ezt így a saját magam megfigyelésén keresztül is jutottam el egy olyan pontra, ahol így meggyőztem magamat, hogy de hogy most tényleg mit görcsölök ezen, hogy nekem kell még bitcoin, persze biztos, hogy még stabilabb lábakon állnék majd a jövőben, hogyha még több lenne, de hogy már amennyit eddig sikerült így összegyűjtögetnem és megtakarítgatnom, már ez sokkal több, mint ami egy csomó embernek valaha is lehet. Van egy olyan számolítás, hogy a 21 milliót, hogyha leosztjuk a 8 milliárd emberrel, igen, akkor kijön, hogy 200 valahány ezer szat 260 ezer szat. Egyenletesen elosztva, ami persze sosem lesz egyenletesen elosztva, de hogyha ezt vesszük, és akinek már ennél a 200 valahány ezernél több van, akkor az már valamilyen pozícióban van. De aztán, hogy ez, mondjuk ez pont mire elég, az más kérdés, de a nullánál ez sokkal-sokkal több. Mit akartál, Tamás? Hát, hogy ez a, amikor unit of account, tehát elszámolási egységként már bitcoinban kezdünk gondolkodni. Uh-huh. Ez igen, az, amikor ami messze van. Ezt gyakorlatilag úgy lehet a legegyszerűbben ebbe beleesni, hogy elképzeljük, hogy a 21 millió bitcoinból nekünk van egy fix mennyiségünk. Tehát lehet, hogy éppen forintban most kevesebbet ér, de 21 millióból mondjuk ugyanannyi. És akkor ez is egy fix támpont lehet, amihez lehet viszonyítani. De ez egy hosszú távabb gondolkodást igényel. Uh-huh. És akkor itt jönnek be ugye az okos pénzügyi tanácsadók, akik azt mondják, hogy de hát nem is 21 millió, mert létezik 100 ezer altcoin. És akkor megkérdezem, hogy és akkor mi van, ha létezik 100 ezer altcoin? Hát az egész univerzum létezik a bitcoinon kívül. 100 ezer, most már tényleg annyi van? Nem tudom. Biztos van. Hát ez egy nem definiált fogalom, tehát jó, bármi jó, lehet okay. Az. Mert én egy-két éve nem néztem, de már akkor 20-valahány ezer volt. Hát nem tudom, az annyi volt felsorolva egy weboldalon, ahol nézted, tehát az nem a világ. Létezik a gazdák, hogy okosan gyerekjátékban azok a kis papírpénzek. Uh-huh. Az is létezik. Az is egy shitcoin. És nem. Ettől a forint az egy elfogadott fizetőeszköz még. A valódi. Én erre csak ezt tudom mondani. Mert abban sokan hisznek. Hát nem, hát a dolgokat önmagukban kell nézni. Nem abban, hogy van-e hány másolata, ami egyébként nem is olyan, csak azt hazudja magáról. Mert ugye az altcoinok azok általában ilyenek. Van egy-kettő, amelyik mondjuk teljesen ugyanolyan, mint a bitcoin, csak éppenséggel érdektelen, mert nagyon kicsi a mögötte levő hálózat. Mert miért kéne az bárkinek is? Tehát például Litecoin. Meg az egyéb forkok. Hát meg igen. Ja, hát ezek a forkok arra jók, hogyha esetleg forkolódik a bitcoin, akkor az ember eladja, és akkor vegyen még magának olyan bitcoint, amit majd el tud költeni. Ilyen replace. Hát az már spekuláció, mert nem tudhatod, hogy ha tényleg van egy egyenlő irány, két egyenlő fork, ami két irányba ágazik, mint mondjuk például, amikor a Bitcoin Cash 2017-ben megalakult, uh-huh, akkor azonnal nem lehetett tudni, hogy melyik lesz a nyertes. Nagy viták voltak róla, tehát ha azonnal eladod, akkor spekulálsz. Igen. És 50% esélyed van, hogy jó irányba. Ja. De emiatt viszont, ha valaki nem akar spekulálni, akkor meg nem kell félni a forkoktól, mert ha változik is valami, ha ketté szakad a bitcoin véletlenül a jövőben, és sikerül neki egyenlő arányba ketté szakadnia,
akinek most van bitcoin és gyűjtött bitcoint, az annak nem fog csökkenni a vagyona, mert annak ott lesz mind a kettőben. Ja, és hogyha nem csinál semmit, csak vár, akkor úgy is látja azt, igen, hogy, az, hogy két bitcoin melyik lesz. Az, amelyik értékállom alatt, és melyik az, amelyik hát meg lenyészi. 15 év történelme alapján ugye mindig a lenyészik az egyik ág. Uh-huh. Igen. Valószínűleg a jövőben is az lesz egyébként. Igen. Na most szerintem, aki nem annyira bitcoiner, az nem tudja, mi ez a fork. És ezt most jól elmondtuk. A fork az, amikor a nyílt forráskódú szoftvert lemásolja valaki, és létrehoz egy ugyanolyat. Igaz? Egy másik néven, vagy ugyanazon a néven, és akkor ezt így párhuzamosan így fut, és a minerek... De nem csak a szoftvert, hanem az egész adatbázist is. Az egész adatbázist, így van, a chain-t meg minden. Ezt egyébként sokan mondják, hogy majd a BlackRock készül ilyenre, vagy nem készül, mindegy, megvan a tábora mindennek, aki így gondolkodik, vagy aki úgy. És akkor szóval a fork az az, ami így lemásolódik, és akkor megforkolták a konyt. Egyébként ez a szoftverfejlesztésben is van, hogyha valaki egy projektet megforkol, akkor lemásolja a projektet, és saját szájíze szerint módosítja a jövőben. Nem? Hát igen, igen. De ott viszont előfordulhat könnyen, hogy az új lesz a sikeresebb. Uh-huh. Bármi előfordulhat. Csak az is jó kérdés, hogy hogy definiáljuk az újat meg a régit, mert általában mondjuk annak más a neve, de az meg csak egy elnevezési kérdés. Bárki hívhat bármit bárminek. 2017-ben is volt olyan, hogy sokan elkezdték a Bitcoin Cash-t Bitcoinnek hívni, és a Bitcoint meg Bitcoin Core-nak. Volt ilyen magyar Bitcoin váltó is, aki egy pár hónapig ezzel verte át az ügyfeleit. Ajaj. Már nem léteznek. Igen, egyébként a bitcoin.com-on is így volt, ugye, hogy ott is a cash felé irányították az embereket, aki bitcoin. Sőt, az arról szól szerintem. Ja, ja. Mai napig. Hát csúnya dolgok mennek itt, azért érdemes minél többet tanulni, hogy az ember tudja, hogy ne vigyék be a sötétbe. És ezért kell saját nódot futtatni, mert a saját nód az el tudja dönteni, hogy melyik a bitcoin. De ugye abból is le volt kétféle akkoriban. Ja. Ti mit látnátok amúgy szívesebben többet itt a 21-be? Mert ugye a nód futtatásról szerintem nem beszélünk eleget. Vagy beszélünk? Tehát lehet, hogy a jövőbe kéne egy-két ilyen nódot megnéznünk. Nem tudom, hogy azt a nézőknek vagy hallgatóknak az érdekes lenne. Hát én mindig mutogatom az Umbrellt. Az Umbrellt. Jó, de az csak az Umbrell. Még van egy csomó más. Ja, egyébként most tervezem, hogy veszek egy új kis gépet, és majd arra valami más telepítek. Uh-huh. Illetve az Umbrellből is van újabb verzió, amit még nem próbáltam ki, úgyhogy vannak még lehetőségek itt. Én annak örülnék nagyon, hogyha menne ez a vonal tovább, hogy a Tamás így megmutogat olyan dolgokat, amit ő már felfedezett, meg amit tök jól el tud mondani bárkinek, akit érdekel, hogy akkor hogyan is van ez a szoftver világa a Bitcoinnak, meg ugye van már egy-két olyan vendégünk, aki szintén kezd rendszeresen jönni, és az is tök jó, hogyha ők ezt megtartják, ezt a jó szokásukat, és szerintem tök jó lenne, ha még így tágulna az a kör még több figurával, és akkor kevésbé is lennénk valószínű repetitívek, aminek biztos van egy jótékony hatása is, de lehet, hogy valaki untat az, hogyha ismételgetjük magunkat, meg folyton ugyanazok az arcok jönnek vissza, tehát én szerintem tök jó, hogyha így színesedik a repertoár. Mindenképpen. Már emberileg, a humán repertoár. Szerintem eddig az előző 20 adásban nagyon érdekes emberek voltak. Abszolút. Rajtam kívül is. Meg rajtam. Én mindegyiket élvezette hallgattam. De valakinek ezt is kell csinálni. Szerintem nagyjából így összefoglaltuk ezt a részt.
vagyis ezt a 21. epizódot. Biztos egy csomó dolgot kihagytunk belőle, de hát emberek vagyunk, és az emberek így működnek. Minden esetre mi szívvel lélekkel csináljuk tovább, egészen addig, amíg tudjuk, és amíg látjuk értelmét, már pedig látjuk, mert még nagyon az elején járunk, és ha ti is szeretnétek részt venni ebbe a csendes forradalomba, akkor tanuljatok a Bitcoinról, nézzétek meg a korábbi epizódokat, nézzétek meg a jövőbeli epizódokat, amiket majd minden héten publikálunk, olvassatok rengeteg Bitcoin könyvet, hallgassatok, ha beszéltek angolul, akkor hallgassatok angol nyelvű podcastokat is róla, mert azok nagyon jók. Mi azonban igyekszünk majd elhozni minden hírt magyarul, minden technológiai újításról beszámolunk itt a Mi az a Bitcoin podcastunk alatt, és ahogy Árki is mondta, igyekszünk ugyanolyan vendégeket hívni, akik nagyon minőségi hozzászólók lehetnek ebben a témában, illetve folytatjuk a munkánkat. Köszönjük a figyelmeteket, és osszátok meg, akivel szeretnétek, illetve nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett a mai adásunk. És iratkozzatok fel. Így van. És gyertek a Telegram csoportba beszélgetni. Meg a meetupokra. Ja. A meetupokra is, azok havonta vannak, illetve októberben lesz majd ez a miskolci Bitcoin konferencia. Hát mondhatjuk, hogy Bitcoin konferencia. Ugye első magyar kis Bitcoin konferencia lesz. Erről majd egyre többet fogunk beszélni. Szerintem Feri is majd biztosan eljön, és ő is beszámol rá, hogy hogyan alakul. Októberben lesz. Úgyhogy mindenkit várunk majd oda sok szeretettel. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!